Ez a Nyíregyházi Egyetem, Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyik oktatási, tudományos és kulturális központja. Jelenleg mintegy 4100 hallgató tanul itt, 14 intézet többek között alap- és mesterképzései közül választhatnak az érdeklődők, akik most keresztféléves képzésre is jelentkezhetnek. Képzésre és nem képzésekre, hiszen az egyetem 3 év kihagyás után újraindít felvételit keresztfélévre, ám csak egy alapszakon. Ez az önköltséges gazdálkodási és menedzsment. Ezért is érdemes erre a szakra odafigyelni, mert új specializációkkal bővül, tehát minden olyan specializációt, amelyet a képzési követelmények megengednek, a Nyíregyházi Egyetem elindít. Mi ez az új specializáció? Pénzügyi számviteli specializáció, ami a korábbi években nem volt, de természetesen ez a jelentkezőket még kevésbé érinti, hiszen a specializáció választása az majd a 3. fél évtől következik. Én arra hívom föl mindenkinek a figyelmét, hogy nézze a felvi.hu-n a jelentkezési lehetőségeket, és hát mi korábban nem, az idén hozzánk is lehet jelentkezni. Térségünkben a Nyíregyházi Egyetem mellett még egy felsőoktatási intézmény van. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara nem hirdetett februárban induló képzést. A felvételizők a keresztféléves képzésekre most is online, azaz e-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket.